Tegnap voltam a rendőrségen. Az a kaján vigyolja. Egyébként lehet, hogy emiatt már nem menne ez a harc. Azt mondja az OTP, ugye miért is ne a Gera Antal írta Szigeten Miklósi rendőrkapitánynak, ugye a Dócs Andrásnak a haverja. Munkatársaink észlelték, ugye nem adom a házam a Facebook oldalán, megjelent Kóka László 2014. május 14-én számon felvett meghallgatási jegyzőkönyvének szkennelt változata. Tehát ezek nézik, hát egész nap figyelik ezeket a dolgokat. Ugye május 14-én került fel a dolog, és május 20-án már megírták a levelet, úgyhogy előtte elküldték az 5. kerületnek, de az 5. kerület visszadotta, hogy nem hozzájuk tartozik, mert áttették Szigeten Miklós, és ugye abból látom, hogy a kerületi kapitányság tájékoztatása szerint feljelentésünket az eljárás lefolytatása céljából önökhöz szedték át. Tehát ők ezt megforgatták, ezt a levelet, tehát azonnal észrevették, hogy ez kikerült. Úgyhogy ami ott kint van, a gyerekek azt ezek nézik, tehát onnan készülnek fel. Tehát ilyeneket írogatnak még ők, hogy olyan felvételeken, ugye megnézték a felvételeket is, tehát az összes felvételt is, konkrétan jelezte, hogy általánosságban érdeklődjenek a devizahitelekkel. Ezzel ellentétes a jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozata, mely szerint egy valaki oda jött hozzánk, hogy tudunk-e neki segíteni. Tehát ilyen szinten végignézték mindent. Azt mondja, hogy az 5. kerület Markus a 16 szám előtt Póka László megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e köztük olyan személy, akinek bevitelhitele van az OTP banknál, és a jelenlévők nemmel válaszoltak. Mellékeltek DVD-ket is, amelyeken jól látható, hogy Póka László és az őt kísérő személyek úgy kísérletek meg benyomulni a bankfiókba, hogy akciófűkről folyamatosan videó felvételeket készítettek. Kézik kihangosító berendezéssel voltak felszerelve. Életszerűtlen Póka László azon állítása, ez a jegyzőkönyvben volt, hogy ezeket az eszközöket azért nem vitték maguk, vagy azért vitték magukkal, mert nem akarták őrizetlenül hagyni a gépkocsijaiakban. Vagy nem azt mondom, csak azért volt nálunk ez fiatra. Hiszen, ha állítása igaz lenne, a videó felvevőket nem használták volna, hanem csak maguknak tartották volna. Tehát az ilyen... Mint az oldások, tudom, amikor árulkodnak, ahogy tésztéke, azt mondtam, hogy csúnya vagyok. Azt mondja, hogy elmés átgondolás. Ezek a körülmények azt támasztják alá, hogy valójában nem konkrét devizahitellel kapcsolatos ügyintézés céljából, hanem demonstrációs céllal jelentek meg. Ugye azt mondják, hogy a bankba demonstráltunk, tehát ez volt nekik a legnagyobb probléma. Azt mondja, hogy igen, hogy nincs közöttük olyan, akinek OTP devizahitele van, hát ez sem, mert sok embernek van. A forint hitelemet elmondtam a bankból. Igen. Hát persze, de azt nem mellékelték, mert csak mindenből egy részletet mellékeltek a rendőrségnek. A mellékelt DVD-n található a YouTube-ról letöltött felvételek közül az 5, 14, 16 és 21 sorszámú videókat. Végignézték az egész testvérem előre hátulról. Igen, lehet, hogy azért van 200 millió. Ez nem a rendőrség, ez az OTP. Tehát ez mind az OTP írja ezeket a dolgokat. Igen. Van biztonsági osztály, igen. Nem, a Juriska néni, igen. Igen, ez nagyon jó, hogy a Juriska néni azt mondta, hogy a bank csődbe megy, és akkor ilyet lehet mondani, mert várjátok, még lesz még erről ilyenek. Azt mondja, hogy igen, tehát ezek számú videókban Póka László részére elhangzó nyilatkozatok szerint a demonstráció célja az OTP bankfiók üzemeltetésének megakadályozása. És ma végignéztem. Nem, ezt a bankbiztonsági osztályvezető és a bankbiztonsági igazgató írta ezt a levelet együttesen. Igen, szerintem ő lehetett, mert nem, mert az OTP, ez az OTP bankbiztonsági, tehát ez nem a biztonsági cég, hanem a banknak van egy első biztonsági, bankbiztonsági osztálya,
De lehet, hogy ők is ott van. Mert az a dagasztatott volt, az így van. Igen. Igen, igen, az egy másik. Tehát az meg szerintem a biztosított céget. Tehát ilyeneket írogatnak, és ugye megkaptam a rendőrségtől a belső kamerafelvételeket a bankba. Tehát amit látszik, hogy hogy megyünk be, látszik, hogy tartig áll az őr, hogy menjek ki. Ugye a vízi felvételén meg látszik azt, hogy ugye ön nem olyan ügyfél, hát hogy olyan ne jöjjön ki. És az is látszik, amikor ugye igazoltatják a fiúk vezetőt. És amikor a két rendőr elkíséri, de ott látszik, hogy így kimennek a dologból, ez kurva jó. És akkor mindenféle ilyen látszik, hogy az alkalmazottak, tudom, hogy én délkörül ugye megint bekerült valakik, valamiért bekerültünk oda az előtérbe, és én kapogtattunk és mutattuk, hogy hát mennyi az idő. De akkor úgy állok ott, hogy nálam van a bömbi, a másik kezemben a csákány, és így mutogatom a bőrbe. És ugye az alkalmazottak meg így fölállnak, néznek, mit csinálnak ezek, megint bejönnek, megint nem. Van olyan, hogy kiengednek egy rendőr, nem beengednek egy rendőr, bezárják az ajtót, de jön a biztonsági rendőr, és zárnak a végegyet. Ezek korára be vannak szóval, de lehet, hogy egyszer lesz ideje vinnek, abból csinálunk abból a belső kamerafelvétel, egy ilyen rövidített sorozatot. Kurva jó. Hajrá. Nekem, én odaérem. És ugye valami zenét kell alá tenni, mert nyilván ném a film. Tehát már szólunk nekik, hogy mikrofon szereljenek már föl, mert nem látszik. És akkor itt van a pityú. Igen. Kurva jó. Egyébként biztos, hogy ígérjétek el, hogy ezek folyamatosan ott figyelnek minket, iszonyatosan rettegnek. És akkor itt van a pityúnak. Igen. Persze, hát egész nap. Az egész napot végig pisztégetnek máskor. Hát gondolj, de hát ennyi, ugye ott is valami 20-valahány videófilm van, és mi lehet mind kiteszi, hogy megnézik, ami végig nem érzi az egészet, legalább egyszer. Úgyhogy mindig üzenjünk ezen túl, ha valamit fölteszünk, akkor mindig üzenjünk nekik valamit, hogy akkor ez miről szól. És akkor Igen, ugye most már... Gyere, ezt neked küldjük, igen, így lehet megszólítani. Bandikám, most ezt kérjél. Igen, mindenképpen tegyünk majd ilyeneket bele a felszólásba. Mindahogy ugye 20-án is mondtam, hogy most nyissák ki az ajtót, és hallják bent is, hogy miről beszélünk. Ugye a történet úgy volt, hogy ugye feljelentettek az 5. kerületnél, 5. kerület átvette Miklósra, oda behívta a kihallgatásra, ugyanazt föltettem azt a jegyzőkönyvet, és a Szigetszent Miklósi előadó meg akarta hallgatni a fiók vezető tanúként, tehát hogy ő mit szeretne ezzel kapcsolatban, de valamiért, ezt nem értem, azt mondta, hogy nem ő fogja kihallgatni, hanem a 5. kerületnek átadta, de átküldött neki 9 kérdést, hogy ezeket feltétlenül kérdezze meg a Pityutól. Hát Pityu bement, kérte, hogy zártan kezeljék az adatokat, úgyhogy itt nincs itt, hogy őt Nagy Istvánnak hívják. Ez azt, hogy nem látjuk. Figyelmeztetik, hogy az igazat mondja, mikor tagadhatja meg a vallomást, és van itt egy rész, amit ma elküldtem panaszba az 5. kerületnek, ugyanis a szabálysérési törvény 59. paragrafus egybekezdése alapján nem hallgatható meg tanúként az, akitől a testi vagy szellemi állapota miatt nem válható bizonyítékként értékhető vallomást. Én írtam nekik, hogy ők... Hallottátok a lényeget? Tudjátok mondani, hogy a poén? Nem is érdekli őket együtt. Szóval, ezt megírtam az 5. kerületnek, hogy panasztal élek, ugyanis neki hivatalból kellett volna észlelni, hogy a tanú szellemi állapota nem alkalmas, nem teszi őt alkalmassá arra, hogy értékelhető vallomást tegyen. Abszolút. Így van, és akkor ezt ugye megírtam ide. Így akkor a tanú válaszra megértette a jogait, és így is vallomást kíván tenni. Köszönöm.
Egyébként föltom egy epületből, feljelentést tartom, mert megismertem. Elmondom, hogy április 3-án, amikor már 27-én volt a dolog, a kúria épületétől jöttek hozzánk, hogy ellehetetlenítsék a fiók működését. Nem egy ügyfélnek kívántak segíteni. A bankfolyó területére nem léphettek be, így felszerelkedve, az különben is magánterület, ami ugye nem igaz, nem engedtem be őket. Volt náluk szociális sárkány és kamera. Igen, egyébként a rendőrség, mert ugye ezt elmondod, majd utána leírja a rendőr, de már nem ugyanúgy, és ebből ilyen bugyut el lesz a dolog, de nem baj, de népként is bugyut el, és így jól néztük. Így a rendőri segítséget kértünk, amikor a rendőrök bejöttek a fiókba, 2-3 ember bejutott velük a fiókba, az előférből, köztük Póka úr is, és kérte, hogy igazoltassanak engem, hogy ki vagyok én. Ez használható felvétel, ezt külön tegyük fel egy videóba. Szóval ki vagyok én? A rendőri felszólításról sem voltak hajlandók kifáradni, csak ha bezárom a bankot. Ha bezárja a bankot. Azt mondja, a bentartózkodó ügyfelek és a munkatársak biztonsága érdekében én bezártam a fiókat. Nem vettem a gát és üvöltetett, hogy bezárom a bankot. Ezt miért nem mondta el? Igen, és ezt mondja, hogy és így mentek ki a tüntetők is. Minden lezártak, ezt üvesek vagyunk. És ezt követően, amikor zárva voltunk, és megpróbáltak bejutni. Mert a kaput úgy zártuk be, hogy az ügyfelek bejuthassanak az ATM-hez kártyájukkal. Ezt észlelték a demonstrálók, és szépen próbáltak bejutni a bankba. Póka urat már korábbról ismerem. Mert szeptemberben is megkísérték megzavarni a kérdés működését. Időzavarban a fazon, mert azt mondja, hogy különböző szavalásokkal. Tehát én szeptem magam, és sehol nem zavart engem. Abszolút, 11 szavarok, megteszek egy kicsit állat. Nagyon kell vigyázni. Egyébként tényleg úgy viselkedik, mint egy megsértett szerelmes szerintem. Nem olyan. Az szép lenne, hogy látnánk. Azt mondja, hogy... Tényleg elmegyük volna, megkérdezik, te mankár vagy? Azt mondja, ezekről mind videó készült, amik felkerültek a közösségi oldalakra.
az oldalt. Gyakorlatilag gyakorlatilag fenyeget. Folyamatosan beleragasztják a hangfiú ablakai, és ez minden demonstrációkor rendszere. Úgy vonulnak végig a körúta, hogy ragasztanak. Nem, de elküldöm nekik ezekbe, hát biztos látok, nem át ön van szerintem, és elküldöm, hát az be fognak szalni szerintem mindenki. Ugye, elmondom, hogy úgy működnek, hogy általában egy fiók elé szerveznek demonstrációt, és egész nap a fiók előtt vannak. Fújba, igen, hív a kötelességet, már nem tudjátok meg. És akkor most jönnek a kérdések. Tapasztalat, igen, most jönnek a kérdések, ezt én magától mondtam. Olyan, hogy nem álló. Szerintem egy 6 éves szinten van körülbelül a történet. Sugi nem ír ilyeneket. Hallod, lehet, hogy elhívjuk egy könyvet. Tapasztalt-e Pókalászló és Sárfeli részéről plakátoknak, demonstrációs anyagoknak a mangfiók falaira történő kiragasztását, illetve erre utaló cselekményt? Tanú válaszom. Mint már említettem, igen. Ez minden demonstráció alkalmával megtörténik. Még csákányokat is neki döntik, ilyenkor a bejárati hajtót. És ez itt, ahogy, illetve rendszeresen plakátokat ragasztanak az ablakokra. Demonstráción kívül is volt már olyan, hogy Póka úr megjelent és ragasztott egy plakátot, talán valamilyen figyelemfelhívást benne önmagát érdekve. Amikor egyszer egyedül ott megállt. Nekem az önmagát érdekli. Figyeljünk! Kérdés! Póka Lászlónak és társainak az összefogáspárt szimpatizásai a bankfiók területén tanúsított milyen konkrét magatartásából következtetett arra, hogy a gyülekezési törvény alá tartozó rendezvény tartására készülnek, hogy azt valósítanak meg. Tanú. Különböző segédeszközökkel felszerelve jelentek meg, amely demonstrációra adott okot. Volt náluk kamera, szócső, csákány, amely piros-fehér volt, zöldszínű volt, és Hungarországból készült. Szokott náluk lenni zászló is, egyen pólót viseltek. Tudtam, hogy nem ügyintézés céljából jöttek, ismertem már őket korábban is. Ez nagyon jó, mert... Ugye ügyet intézni nem húszal jöttek volna. A közösségi oldalak tele vannak vele, hogy azért jönnek, hogy megakadályozzák a fiók működését. Tehát nem ám a kérdésre válaszolna, nem? Csak úgy általában. Előadó kérdése. Tapasztalt-e Póka László részéről arra történő felszólítás, hogy a kint élő személyek választási gyűlés tartása, továbbá kampánytevékenység folytatása céljából tartsanak velük a bankfiókban? Tanú válasza. Úgy emlékszem, igen, ez elhangzott a hangos bemondóba, kérte a többieket, hogy tartsanak vele, közölte, hogy most akkor menjenek be a fiókba. Előadó, bankfiók területére történő belépésüket követően tapasztalt-e erőszakos cselekményt, vagy erre irányuló buzdítást? Póka úr hangoskodott, hangosan beszélt, állandóan kéri, hogy mondjam meg, mi alapján teszem én ki a fiókból. De ezt a most is kérem, tudod, ilyen felém lesz, Póka úr kéri. Azért teszem ki, mert én vagyok a biók vezető. Azért teszem ki. Köszönöm, hogy
hogy akkor érted rá. Én megyek a fiók vezetőt, kiteszem, bezárom a fiók. A magatartása provokatív jellegű, azt akarja elérni, hogy történjen valami tetszleges. Ideig még semmi ilyesmi nem történt. Senki nem ért hozzá senkihez, nem volt fizikai kontaktus. Na, a videókamerán nem ezt látszik, tehát azért a rendesen taszikál az őr. Elmondom, hogy volt már vitánk, én normális hangjelben beszéltem, Póka úrról, ő azonban kiabált. Mikor volt vitánk ezelőtt? Ezek szerint kurva rég ismerhetjük egymást. Tapasztalt-e a feljelentésben leírt felszerelések hangos bemondó kamera használatát? Igen, mind ahogy korábban is részletettem. Pedig nem. Hát ugye, ha használatnak minősült lóg az ember vállán, akkor igen, de hát nyilván nem. Jelezte a Póka László, hogy egy ügyfél konkrét ügyével kapcsolatban szeretnének ügyfélként tudakozódni. Soha nem láttuk ezt az ügyfelet. Akiről szó van. Egyébként ez azért jó, mert a videón végig ott állnám lesz, hogy jó cím, hogy Jóka pedig szerembel az ajtót, engedjék be, mert a férje már nem van. Tehát ott látszik végig a szemben lévő kamerán, de ők nem látták ezt az ügyfelet, de azért nem ismerték föl. Ez csak egy indok, hogy bejöhessenek a fiókba. Most is azt mondták, hogy ügyet intézni jönnek, de láthatóan csak az időt húzták. Amikor bejöttek, segíteni akartunk nekik. Mondtuk, hogy fáradjanak az ügyféli hívóhoz, de nem akartak sorszámot húzni, ezt megtakadták. Hát minden igaz. De hogy Józsi húzott sorszámot, hát így van. Még ezek nem engedtek be, hát hogy ahogy kicsit volna. Viszont megint, ha tegyétek el, az még jó fog jönni, igen. Póka László közölte, hogy ügyfélként szeretnének belépni a bankfió területére, és a látszak felszereltség bejelentésben foglaltak ellenére nem kívánják folytatni a bankjog területén, a választási területén, a választási gyűlés felajánlották-e Póka Lászlónak és társainak, hogy ebben a minőségben ügyfélként részt vehetnek a bank ügyfélfogadásán. Azt figyeljetek, konkrétan ezen demonstráció alkalmával nem. Tehát azt mondta, hogy oda kísért, most meg azt mondja, hogy nem. Ők együtt demonstrálók voltak, egyesével nem akartak bejönni, ügyet intézni, csak mindannyian, 20-an pedig nem tudnak ügyet intézni, hát ez majd bízza ránk. De előadó. Amennyiben Póka László valóban közölte ügyfélként a szándékát, milyen magatartása alapján döntött úgy, hogy a feltett kérdései vonatkozásában nem adnak tájékoztatást. Póka úr megtagadta azt, hogy ügyfélünk volt, fáradjon és sorszámot húzzon. Ez csak egy kibúvó volt neki, hogy bejusson a fiókba, és minél tovább ott maradhasson. Szent a klasszintézés! Húsz percig tartottak föl, érted? Hát... Igen, azt mondta, hogy nem mentem a sorszámhívón, amikor a sorszámhívóhoz kísértük, mindig kitalálta, hogy senki még erre-arra szüksége van, igen, itt senki van ülve neki, húzta az időt, nem húzott sorszámot. Egyébként magát az ügyintézés célját sem közölte, csak azt mondta, hogy ők ügyfelek. Ha ők benyomják az ajtót, amikor zárva van a fiók, és megpróbálnak bejutni, úgyhogy a fenti eszközöket kérésre nem tették le, akkor úgy gondolom, ők nem ügyfelek, nem ügyintézési célból jöttek, mert azt nem így kell. Előadó Póka László és társai milyen cselekményükkel lehetetlenítették el a bankfiók rendeltetés szerű működését. Elállták a bejáratot, az ügyfelek nem tudtak bejönni, hát tudtak volna be volt zárva. A zónában végig hangoskodtak. Különböző jelzőkkel illették a fiókot azoknak az ügyfeleknek, akik évbe akartak jönni. Szerint tudom, hogy igen. Azt mondták, hogy ez a fiók nem fog többet kinyitni. Igen, a bank rossz hírét keltették az utcán is. Ezt később tudtuk meg az ügyfelektől. Miért zárás után még kinyitott, hogy bevegyenek az ügyfelek? Szerintem ez már a következő héten. Szerintem így kérdeztek mindenkit, mi volt az utcán, mi volt az utcán. Mivel a fenti cselekményük miatt be kellett zárni a bankfiókot,
így az ügyfélszolgálási időt is ellehetetlenítették. Közösségi oldalon is említették, hogy kérjük a fiók bezárása, amit elértek aznap. Egyik a más nem akart elmondani, aláírta és örült neki, és haza mehet, nem kér költségtérítést sem. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez így jó, tehát ezt el kell intézni. Tehát meg kell mennünk a... Hogy? Hát ez most ugye remélem, hogy az lesz, ugye feljelentettek, tehát itt a feljelentés. Azért, mert hogy demonstráltunk a bankon, és megsértettük ezzel a gyülekezési törvényt, szerintük azzal, hogy ugye a gyülekezési törvény, vagy úgy volt bejelentve, hogy kint demonstrálunk, de bent demonstráltunk, ami egy fasság, mert kampányrendezvény volt, tehát a kampányrendezvény meg bárhol lehet, de bent nem, de bent nem is gyülekeztünk, meg nem is kampányrendezvény. Semmi nem történt, tehát bent, mindegy, tehát ez erről szól, hogy gyülekezési jog megsértése miatt vagy gyülekezés törvény megsértése miatt akarnak ellenem, vagy indítottak eljárást, nyilván rendesen mondja egy fasság, és el fogják utasítani. Csak azt nem értem, hogy miért kellett ennyi ideig egyáltalán ezzel foglalkozni, és az adó fizető pénzét erre tenni, viszont rettegnek. Tehát ez azt jelenti, remélem nem tudok én látom így, hogy ezeknek ez nagyon nem tetszik. Ha így folytatjuk és ügyet intézünk, már pedig ügyet lehet intézni, tehát miért ne lehetne ügyet intézni, rengeteg ügyünk van, amit el szeretnénk intézni, akkor ezek sírva fognak könyörögni, hogy fogjuk meg. Ez a nyugati téri OTP. Amikor a sokáig volt.